elkészült a 6704-es számú Öreglak Marcali összekötő út, amelynek hivatalos átadására szimbolikusan az elkészült út felénél, Niklánál került sor. Az átadáson részt vettek az érintett térség polgármesterei is. Az útavaton Múring József Attila országgyűlési képviselő és Németh Zsolt a Magyar Közút Somogy megyei igazgatója beszélt a 2 milliárd forintból megvalósuló 18 kilométeres szakasz elkészülésének folyamatairól. Amikor olyan 5-6 évvel ezelőtt elkészült a Lengyelúti Boglári út felújítása, amit már természetesnek veszünk, de ha most fölidézzük, akkor szerintem aki járt arra, mindenki pontosan tudja, hogy az is milyen pocsék volt. Akkor elkezdtük mondani, hogy na a következő az az Öreglak-Marcali út kell legyen, mert hát az szinte már járhatatlanná vált. És ezért 4 évvel ezelőtt elkezdődött a felújítás hazai forrásból, de akkor még nem is láttuk a végét, hogy miből lehet majd finanszírozni a további szakaszokat. Akkor ugye Öreglak külterülete, illetve a belterületi szakasz készült el. Aztán a Magyar Falu program az megoldást jelentett erre, hiszen a Magyar Falu út alapjából rendelkezésre állt az a forrás, hogy így ezt az egész 18 kilométert összesen mintegy 2 milliárd forintból föl lehetett újítani. Természetesen ez egy folyamatnak csak az eleje, hiszen ugyanilyen rossz minőségű és nagyon égető feladat a 7-es Somogysárd, Mezőcsokonya-Somogysárd, Kiskorpád útszakasz, de említhetném a Bodrog-Csombárdi utat, hogy a közeli Táska-Buzsákról ne beszéljünk. A képviselő kiemelte, hogy a források megtalálása gyorsította meg az elmúlt időszakban a munkát. Tudomásul kell vennünk, hogy hosszú évtizedek alatt ezek az utak elhasználódtak, nagyon sokáig nem volt komoly felújítás, illetve azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezek az utak nem akkora terhelésre készültek, mint amekkorának most meg kell felelni. Úgyhogy nyilván ahova előbb odaérnek a gépek, ott előbb örülnek az emberek, és ahova később, ott egy kicsit türelmetlenek, de igyekszünk ezeket mind sorba felújítani. Hála Istennek és a kormány pénzének a lehetőség is megvan rá. Persze a jó minőségű úton hajlamosabbak a gépjárművezetők nagyobb sebességgel közlekedni, ezért nem árt a szabályok betartása. Arra is föl kell hívni a figyelmet, hogy attól, hogy jobb az aszfalt, és ezen az úton azért nincs olyan nagyon nagy forgalom, azért a szabályokat be kell tartani, és az érintett településeken ne menjünk túl gyorsan, mert az ember láva gyorsan, könnyen ott marad a gázpedálon, és abból baj lehet. Úgyhogy attól, hogy jó az út, azért még a szabályokat tartsuk be, örüljünk neki, és használjuk balesetmentesen. Az elvégzett munka minőségi változáshoz a forgalmas útszakaszon, ahol minden műtárgy is felújításra került. Hát ez teljes hosszban és teljes szélességben megújult ez az útszakasz. Itt nem csak a burkolat, hanem a patka, a vízelvető rendszerek, a műtárgyak is megújultak, új burkolati jeleket festettünk. Tehát ez mind közlekedésbiztonság szempontjából, mind pedig utazás kényelmi szempontból is jelentős javulást jelentett az itt élők, erre közlekedők számára. Tulajdonképpen a 2018-ban valósult meg az első 7 kilométer, a maradék második, harmadik, negyedik ütem az pedig az idei évben, tehát ilyen szempontból itt elég sűrű volt, sűrűn volt forgalomkorlátozás, tehát ezért kértük a közlekedőknek a türelmét, hogy itt várhatóan majd egy új szakasz fog megvalósulni. Marcali számára is fontos az út felújítása, hiszen a városba kelet felől érkező autósok csak ezen az útszakaszon közelíthetik meg a járás székhelyét. A körforgalom és a vasút közötti szakaszra is ráfér a felújítás. A tervek szerint már tavasszal elkészül a szakasz. Az meg még nagyobb öröm számomra, hogy egyértelmű ígéret van rá, hogy jövőre talán az egyik első felújítás az a Marcaliban még hiányzó szakasz. Tehát a körforgalomtól a vasútát a sínekig elkészül az a felújítás is. Remélhetőleg akkor valóban azt mondhatjuk, hogy teljes egészében elkészült ez az útszakasz. Ez mindenképp nagyon jó dolog, hogy lényegesen könnyebben, gyorsabban lehet eljutni Kaposvárra. A jövőben is több alsóbrendű út felújítását tervezik a szakemberek. Van már szakmai véleményünk, most ehhez is szintén a forrást azt meg kell találni, és ezt követően lehet majd ugye konkrétan beszélni bizonyos szakaszok felújításáról. A megyében több olyan mellékutat választottunk ki, ami
kellően forgalmas és a minőségesen megfelelő. Hát ez az út, ez a 6704 Öreglak-Marca összekötő út is ilyen volt, de mondhatnám a Kaposvár-Fonyód összekötő utat, ha arra jöttek, akkor láthatták, tapasztalhatták, hogy annak is több szakasza megújulhatott, ott is jelentős a forgalom, vagy mondhatnám a 6801-es utat Barcs és Somogy udvarhely között, úgyhogy ezeket a mellékutakat választjuk ki elsősorban.